Mivel a Finkelstein rabbival készült videó óriási érdeklődést keltett, és rengeteg kérdés felmerült, gondoltam, bemutatok néhány információt és cikket, aztán mindenki eldönti magának, hogy mi a konklúzió. Aki a véleményemre kíváncsi, az, hogy ez a világ teljesen más, mint amilyennek a legtöbb ember azt képzeli. És az, ami a legtöbb ember számára aberrált vagy elképzelhetetlen, azok számára, akik uralják és irányítják ezt a világot, természetes. Ez a világ így működik, és pontosan azért olyan hihetetlen, mert a legtöbb ember nem ilyen, a legtöbb ember nem gonosz, a legtöbb ember nem aberrált, a legtöbb ember nem gyilkos, vagy tolvaj, vagy rabló. Azonban a legtöbb ember nem irányítja a világot. És mindenkinek el kell fogadnia azt a tényt, hogy a világot aberrált emberek irányítják, mindig is azok irányították. Nem véletlen, hogy az írás tele van emberáldozatra utaló részekkel. Aki nem képes megérteni azt, hogy a világ hogy működik, annak ezek a videók nem sok hasznot fognak nyújtani. Még annyit hozzátennék, hogy az, aki utána néz, az egyszerűen rájött, hogy a videón valószínűleg nem Abraham Finkelstein rabbi beszél, a képen pedig semmiképpen sem ő van. A lényeg azonban nem ez, a lényeg azonban az, mi az, ami elhangzik. És sajnálatos az, hogy ami elhangzik, az azokon az aberrált dolgokon kívül, amik az áldozatokra vonatkoznak, sajnos igaz, az oktatásról, arról, hogy hogyan élünk, hogy hogyan használ ki minket az uralkodó elit, az elsőtől az utolsó betűig igaz. Az, aki nem tudja elképzelni azokat az áldozatokat, amikről beszél, a beszélő, az egyszerűen csak naív. A történelem során végig vonult ez a fajta viselkedésmód, egészen a kezdetektől a végéig. A Biblia tele van erre vonatkozó utalásokkal, és a Teremtő mindig is tiltotta ezeket. Az az elit, aki uralja és irányítja ezt a világot, mindent annak ellenére tesz. Úgyhogy nem az, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, én biztos vagyok benne, hogy azok a dolgok, amik elhangoztak ott, igazak. És ha ez a módja annak, hogy az emberek érdeklődését felkeltsük, akkor igazából elértük azt, amit szerettünk volna. A lényeg az, hogy minél több ember ráébredjen arra, hogy mi is az, ami zajlik a világon. Így vagy úgy eljussanak az igazsághoz. Az igazság nem a tudás, nem a tudományban rejlik, sőt nem is az ember önmagában. Az igazság a Teremtő szavában van, ami az írás. Ez az, ami az egyetlen igazság, amihez az embernek el kellene jutnia. Nézzük gyorsan, 2015. május 25. Eltűnt gyermekek, Magyarország vezet az Unióban. Még egyszer mondom, én csak bemutatom a tényeket, és mindenki eldönti magának, hogy mi az, amit erről gondol. Legutóbbi adatszolgáltatás szerint 14 ezer gyermek eltűnését jelentik be egy esztendőben. Szerencsére legtöbbjük előkerül. Nézzünk még egy tény, gyermekrablás 25 éve nem volt nagyszerű. 2011-ben 14 ezer gyermeket keresett a hatóság, természetesen előkerül a nagy részük, úgy tűnik. Egyesült Államokban évente 850 ezer gyermek tűnik el, az Unió területén évente 250 ezer gyermek tűnik el. Legtöbben Nagy-Britanniában vesznek el évente 140 ezer gyermek. Egyesült Államok lakossága 380 millió, 850 ezer gyermek tűnik el egy évben. Nagy-Britanniában olyan 60 millióan élnek, 140 ezer gyermek tűnik el évente. 140 ezer. Ebben az érdekesség csak az, hogy a legtöbben intézetből tűnnek el, mert ezek azok az emberek, akik a legkiszolgáltatottabbak, akiknek se családja, senki nincs, és senki nem fog keresni ezután. Az intézményrendszer ezért épült fel, hogy ezek az aberrált emberek kontrollálhassák a világot. Hogyha a gyermeket elszakítják a családtól, onnantól kezdve az a gyermek nem fog úgy felnőni, hogy egészséges felnőtt legyen. Még ha a családban nő fel, a programozás és az agymosás hatására így úgyse lesz normális,
nem hogyha elszakad a családtól és azoktól, akik leginkább foglalkozhatnának vele és szerethetnék. Ez a cikk life.hu Magyarországon 2016-ban 18.700 kiskorú személy körözését regisztrálták, azaz ennyien tűntek el. 2017. január 31-ig 17.030-at visszavontak, ami azt jelenti, hogy 1700 még mindig nem került elő. 1700 gyerek egy olyan országban, ahol van 9,5 millió ember. 1700 gyerek egy évben. 2015-ben 19.300 kiskorú, és ezek kiskorúak, azoknak a körözését regisztrálták, amelyből 2017. január 30-ig 17.900-at, azaz ott is egy olyan 1300 maradt. Úgyhogy évente nagyjából 1300-1500 kiskorú tűnik el, aki aztán nem lesz meg soha többen. ATV arról számol be, hogy néhány év alatt megduplázott az eltűnt gyermekek száma, ugye már ez az Ezer Lámpás Éjszakája című nevű civil szervezet elindított egy kezdeményezést. Ezzel kapcsolatban 2010-ben körülbelül 11 ezer fiatalkorút kerestek Magyarországon, 2017-re ez 19 ezeret is elérte. Család.hu arról ír, hogy 17 ezeren csellengnek Magyarországon. A recover.hu arról ír, hogy Magyarországon évente 25 ezer személy eltűnését jelentik be, 14 ezer 18 év alatti van, és ez az Európai Unióhoz képest, ahol 250 ezer ember tűnik el egy év alatt, 18 év alatti személy, ez elég magas. Angliában 140 ezer, 61 millió a lakosság. Németországban 50 ezer a 80 millióhoz. Ugye Franciaországban 2011-ben 62 ezer ember tűnt el, 2004-ben pedig 42 ezer, ez 20%-os növekedés. Belgiumban 10 év alatt 1500-ról 3000-re növekedett az eltűntek száma. Írországban 3900-ról 8500-ra növekedett ez a szám 2003-tól 2011-ig, százalékban ez 350 százalékos növekedés. Görögországban 306 ezer hívás érkezik évente, és 10%-a nem kerül elő a gyermekeknek. Olaszországban 1100, Magyarországon 14 ezer, és általában 1200 az, akiről nem lehet semmit tudni. Csehországban 10 ezeren évente. Nagyon rosszul látszik, de talán így jobb lesz. Az Amerikai Egyesült Államokban 1982-ben 150 ezer, 2012-ben, azaz 30 évvel később 850 ezer. Több mint 400%-os növekedés. 315 millió a lakosság, és 850 ezer eltűnés van egy évben. Kanadában 50 ezerre, 33 millióra, Ausztráliában pedig 30 ezer, 25-30 ezer, 23 millióra. Brazíliában 40 ezer, az Unióban 250 ezer. Magyarország negyedik ezen a listán, bocsánat. Ugye az első az USA, azután nem nagyon látom, hogy ki a második, és a harmadik Kanada, Magyarország, ugye a negyedik Kanada, Magyarország, ötödik. A hír.ma arról is sokkoló, hová lesznek a gyermekei. Magyarországon egyre több gyermek tűnik el, tavaly 14 ezeret is meghaladta. Ez 2013-as cikk. 14 ezeret is meghaladta azoknak az eseteknek a száma, melyek során a rendőrség eltűnt gyerek után nyomozott. Hazámban évente 700 gyermek tűnik el nyomtalanul, megtalálásuk reménytelen. Az előbb ugye 1200-1400 ilyen számok voltak, itt 700, teljesen mindegy, ha belegondolunk abba, hogy ez 700 család élete teljes mértékben tönkre megy. Ez a The Sun, nem mondanám, hogy a Sun a legnagyobb és a legnagyszerűbb információforrás, de hát ez a cikk 2017 májusi, azért nézzük meg,
Az elrabolt gyermekek száma Nagy-Britanniában rekord méreteket öltött, és az eltűnt személyek közül azoknak a kétharmada 18 éven aluliak teszik ki. 140 ezer gyermek tűnik el évente, 383 per nap. 383 tűnik el egy nap. 2016-ban 1141 gyermeket raboltak el Angliában, Walesben és Észak-Írországban. Ez az elmúlt 15 évben a legmagasabb szám. 2011 óta megduplázódott ez a szám. 11 az átlag életkora a gyermekeknek, akiket elrabolnak. Ez a metro.co.uk, és ez arról ír, hogy 306 ezer bejelentés érkezik eltűnt személyekről a brit rendőrséghez, és ezeknek a túlnyomó többsége 18 éven aluli gyerekek. Ez Európai Uniós adatok, Missing Children Europe, 250 ezer gyermek tűnik el az Európai Unióban, ez egy gyermek minden második percben eltűnik. A migráns áradatnak egy másik borzasztó része az, hogy több száz, hanem több ezer gyermek tűnik el a menekültek közül is. Itt ugye arról ír ez, azt hiszem, hogy az Independent arról ír, hogy 360 gyermeket keresnek, és 200-ról fogalmuk sincs, hogy hol van. És körülbelül 9000-en érkeztek az Egyesült Királyságba, és ezek a szerencsétlenek bekerülnek aztán azokba az otthonokba, ahol folytatódik tovább ez a tortúra. Ezek közül ugye tűnt el ez a 360. A Europol arra megállapításra jutott, hogy ebben az évben, ez 2017-es újságcikk, 10 000 menekült gyermek tűnt el, és az Európai Unióban 5 000, Olaszországban és 1 000 Svédországban. Ez a The Guardian, és arról számol be, hogy 10 000 menekült gyermek tűnt el. Ez szintén egy 2016. januári újságcikk, tehát egy másfél évvel ezelőtti. 5 000 tűnt el csak Olaszországban, és további 1 000 Svédországban. Save the Children 26 ezerre becsüli azoknak a gyermekeknek a számát, akik kísérlet nélkül léptek be az Európai Unióba tavaly, azaz 2015-ben. És mintegy 270 ezer az 1 millióból az kiskorú volt, aki belépett a tavalyi év során. Úgyhogy a 10 ezer a 270 ezerhez képest az egy konzervatív becslés az a Save the Children szerint. 2016 évvégi cikk, ami a The Guardianban jelent meg, arról számol be, hogy aggasztó azon eltűnt gyermekek száma, akik az Egyesült Királyságból esnek áldozatul embercsempészeknek. A 30%-a az eltűnt gyermekeknek az Egyesült Királyságban otthonokból vagy intézményekből tűnt el. 167 a 600 eltűntből otthonokból, nevelő otthonokból vagy a családoktól tűnt el. 167 az 590-ből. Ehhez még hozzájön az az 593, abból a 4744-ből, ami a helyi hatóságoknak a intézményeiből tűnt el, és azoknak a vigyázó személyi elől tüntették el. És mindössze 45 a 217 hatóságból volt hajlandó adatokat rendelkezésére bocsájtani ennek az ECPET cégnek. Erről számol be Chloe Setter, azaz 20%-a a cégeknek volt hajlandó csak adatokat szolgáltatni az eltűnt gyermekekről, amik az ő felügyeletük alól tűntek el. Az eltűnt migráns gyermekek száma 2%-ról 7%-ra nőtt 2015-ről 2016-ra, azaz háromszor annyi migráns gyermek tűnik el. Ez Missing Children Europe
adatok, minden linket megtaláltok majd a leírásban. 31% az eltűnt gyermekeknek, a migráns gyerekeknek voltak itt megtaláltak. Ez a táblázat mutatja azt, hogy mennyi a túlélés esélye egy hét után, egy hónap, 6 hónap és egy év. Az elrabolt gyermekek egyharmadát találták meg azok közül, akiket úgynevezett harmadik személy rabolt el, tehát nem a házastárs, és nem hozzátartozó, vagy nem ismerős, hanem úgymond bűnözők. Egy harmadát az eltűnt, az ilyen esetek egy harmadát. Ez Cursed E-Blog, 800 000 gyermek tűnik el az Egyesült Államokban. Évente 2017-es bejegyzés. Ez 2000 per nap. Ez CNN arról számol be 2017 áprilisában, hogy a fekete és a latina eltűnt gyermekek krízise az mindenki számára problémát jelent, hogy már krízisről számolnak be. 2014-ben 64 000 fekete vagy latina kiskorú tűnt el. 2016-ban csak a fekete gyermekek száma, aki 18 éven aluli volt, 171 000. Ha ezt összekombináljuk a latinával, akkor az 264 000 2016-ban. 2016. július, ez a Mirror cikke, ami arról számol be, hogy a BBC pedofil botrányban az egyik sofőr az egy elítélt pedofil volt. Aki nem ismeri a Jimmy Savile botrányt, annak azt mondjam, hogy nézzen utána. Itt ugye Niven James Sinclairről van szó, ő az egyik érintett ebben a botrányban, de gyakorlatilag mindenki belekeveredett ennek a szemétláda bandának az aljától a tetejéig. Itt arról számolnak be, hogy Harvey Proctor, aki ugye a konzervatívok egyik parlamenti képviselője volt, az ellene folytatott nyomozás bizonyítékok hiányában összeomlott, ez Operation Midland. Ez szintén Egyesült Királyság, erről a Guardian számol be, miután 2 millió fontot elköltöttek a nyomozásra. Ugye itt már VIP pedofil ring, azaz pedofil körről van szó, és amiben az előző is érintett volt az előző karakter, Jimmy Savile, meg az összes ezek közül, és 2 milliót elköltöttek, és ezek után nem sikerült bebizonyítani, úgyhogy szabadlábra helyezték. Szintén a Guardian a Westminster pedofil körről beszél, és arról, hogy vajon mennyit tudtak a parlamenti képviselők erről. Az egyik vádlott Cyril Smith. Javaslom mindenkinek, hogy a szabad idejébe böngészze át ezeket az újságcikkeket, most erre nincsen idő. NPR cikke, ami arról szól, hogy az Egyesült Királyság futballjában sok hullámokat okozott a pedofil botrány. 2016. decemberi ez az újságcikk, ahol is egy volt profi futballjátékos arról számolt be, hogy éveken keresztül zaklatták a különböző edzői, és számos más játékos is erről számolt be, valamint az, hogy egy kultúra alakult ki, hogy erről nem beszélt senki. Az azóta eltelt hetekben körülbelül fél tucat volt játékos jelent meg a médiában, aki szintén erről számolt be, hogy több különböző edző és ügynök zaklatta őket, több mint 20 profi játékos szintén erről számolt be, illetve több mint 350-en még szintén bejelentést tettek a fiatalkorúak ligájában ezzel kapcsolatban. Independent arról számol be, hogy egy hatalmas pedofil kört számoltak, illetve fedeztek fel Norvégiában, 51 embert tartóztattak le, és mintegy 150 terabájt adatot foglaltak le. BBC cikke azt a kérdést veti fel, hogy mi az igazság a VIP
pedofil körről. Ugye ez 2016. október, mikor a Jimmy Savile botrány a csúcsán járt. Ugye az köztudott mára, hogy a BBC-ben, illetve az NHS-ben, ami az ottani társadalombiztosítás, vagyis a kórházrendszer, ott is elkövette ezeket a borzasztó dolgok a Jimmy Savile, és mindazok, akik ebben benne voltak. Úgyhogy ez egy szervezett rendszer, aki ezt nem érti, vagy nem ismeri, annak érdemes utána nézni, és akkor megérti azt, hogy amit azt már számtalanszor hallottátok, itt a világ egy teljesen más hely, mint ahogy a legtöbb ember gondolja, és sajnos azok, akik irányítják és uralják ezt a világot, egyáltalán nem olyanok, mint az átlagos ember. Az átlagos emberek ilyen dolgok nem jutnak az eszébe. Ezt csak azért szerettem volna megosztani, számtalan más cikk van, rengeteg információ ezzel kapcsolatban. Én ennyit akartam csak megmutatni. Ezek azok az emberek, akik eljutnak valameddig ebben a világban, azok mind-mind benfentesek. Ebben a világban nincsenek hősök, és senki nem harcol az emberekért, hanem egész egyszerűen csak a legtöbb embert megtévesztik, és megvezetik azzal a színjátékkal, amit levetítenek az előttünk.